sapkások. Itt találkoztunk a Mókában Annával, kávéztunk egy jót, és most megyünk a Jurányiba. Így van. Én követlek téged, és közben beszélgetünk arról, hogy most így hétfő délután miért is mész te a Jurányiba. Nincs meleg, próbálom mondani. Végre tél van. Most például hétfőnként azért megyek a Jurányiba, mert sok-sok gyerekkel játszunk délutánonként. Ezt úgy hívják, hogy Szamárfő Projekt színműhely, mi vagyunk a Szamárfő Projekt, egy gyerekszínházi csapat. Leesett végre az első hó, párnáját rász, ahol lehagyom. Előbújnak a téli lények, ma este vége se lesz a mesének. Angyal szállt elég felettünk, gyalog jöttünk, elsiettünk. Jön majd a Mikulás hullahó, Krampusz kerget a ködmanó. Akiknek mese előadásaik vannak, családi gyerek előadásaik, illetve vannak foglalkozásaink, drámafoglalkozások, öko, kézműves foglalkozások, de mindenféle jó. Ilyen neveket aggattunk erre, szóval sok minden programunk van, és hétfőnként pedig itt a Jurányiban gyerekeknek játszunk. De te is legyél benne. Jó, én is itt vagyok, csak közben próbálom az nem maradtam egyedül, a lefagyott hüvelykújjammal irányítani. Én meg bújok ide, hogy mindenketten látszódjunk. Úgyhogy szóval ez a hétfő délutáni program a Jurányiba, és ez minden hétfőn van, vagy ezt havonta? Ez minden hétfőn van, és ezt tudom is ajánlani alsótagozatos gyerekeknek, tehát nagyon körülbelül jó. 7 és 10 év között. Úgyhogy aki szeretne egy picit játszani, színházhoz közelebb kerülni, nem feltétlenül színészet miatt, de vannak nálunk olyanok is, akik kifejezetten ezért vannak itt, van mindenféle képességfejlesztő konkrét óránk, illetve sok mindent játszunk színházzal kapcsolatban, tehát így oldásra, önismereti játékokra is nagyon hasznos. Régen költék drágában, értetsz egy rabbi, volt neki egy trombitája, úgy meg fog megszólni, úgy meg fog megszólni, szólt a trombitája. De jó képű rabbi, azt a kutya fája. Március 4-én vasárnap a Gólem mese című előadásunk lesz, ami most már lassan egy éve megy itt a Jurányiban. Úgyhogy szerencsére elég sokat játszunk is itt, mert hol a Gólem mese, hol más gyerekelőadásunk megy itt a Jurányiban. Most vasárnap ez 11-kor. Miről szól? Négy zsidó népmesét dolgoztunk fel, és van ennek egy kerettörténete. Most nem is árulom el ezt a négy mesét, nem lövöm le a poénokat. Április 15-én is lesz itt a Jurányiban, ugye? Igen, igen, az lesz a következő, arra is várunk mindenkit szeretettel. Ezekről azt kell tudni, mi kicsit azt gondoljuk, hogy nem csak gyerekeknek szólnak ezek az előadások. Én, mint szülő, sok mindent látok, és sokszor úgy látom, hogy csak úgy oda teszik a gyerekeket, hogy jó, akkor most lehet menni egy picit másfelé, és ezt is értem, hogy akkor egy picit utol tudja érni magát a szülő. Mi ezeket az előadásokat úgy gondoljuk, hogy jó, ha a család együtt beül, és hogy a felnőtt is kapjon belőle. Úgyhogy és utána lehet semmiről beszélgetni. Így van. Lassan ideértünk a Jurányihoz, ahol el kell búcsúznom tőled, mint pompom a picúrtól, hogy mondj meg, várhatlak. Szóval, hogy nem csak itt a Jurányiban vannak előadásaitok, és nem csak a Gólemese, hanem van egy új produkció, egy új darab, aminek múlt pénteken volt a bemutatója, hol, és mi ez a darab? Hogy te mindent tudsz. A Szamárfő Projekt, vagyis mi szövetkeztünk a Budaörsi Latinovics Színházzal, és akkor koprodukcióban ott mutattuk be múlt hét pénteken Mikia Luzsányi Mónika és Mikia Zsoltnak egy meséjét. Az a címe, hogy Cerkatinka és a Szürke Lord. Izgén hangzik. Igen. Cerkatinka egy lány. Cerkatinka egy lány. Nagyon jó neve van. Őt Bócki Sára játssza egyébként. Őt adta a Latinovics Színház, és a mi csapatunk csatlakozott hozzá, és tőlünk még három színész van benne. Meg bábok, meg zenék, meg mindenféle. Egyébként ez a mese a színekről szól. Március 3-án, vagyis a következő szombaton lesz belőle egy előadás a Budaörsi Játékszínben. Szamárfő Projekt. Arra szövetkeztetek, hogy gyerekeket szórakoztassatok. Így van. Nem nehéz ez a feladat? Vagy hogy élitek meg? Milyen egy gyerek közönségnek játszani? Mennyiben más, mint mondjuk felnőtteknek? Hát erre szövetkeztünk, és nem mondom, hogy könnyű, de nagyon-nagyon hálás. Te is azért sokat vagy gyerekek között, és gondolom érzed azt, hogy egészen priméren jön vissza minden, tehát az öröm, a bánat, a tetszés, a nem tetszés, az unalom, és akkor ez mind a mi gondunk, hogy, vagy mi dolgunk, hogy ezt irányítsuk, vagy kedvünk szerint alakítsuk, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Úgyhogy gyertek, mindenkit várunk szeretettel!